egy szarvas és egy páfrány keresztezéséből jött létre a szarvas agancs páfrány. Persze ez nem igaz, de annyi biztos, hogy a Platycerium bifurcatum levelei annyira hasonlítanak egy szarvas agancsaira, hogy az elnevezés logikusnak tűnt. Páfrányunk Ausztrália párás dzsungeleiben őshonos, legtöbbször a fák tetején szeret lakni. Éppen ezért nyugodtan lehet függőcserépbe ültetni. Ennek a páfránynak kétféle levele van. Barna leveleivel a fák ágvilláiban tartja magát, és ezek gyűjtik össze az oda hulló szerves törmeléket. A meddő levelek kerekdedek, laposak, és beborítják az egész törzset. Minden évben elhalnak, de nem kell őket eltávolítani. Az agancsra emlékeztetők pedig a termékeny levelek. A szárazságot is elviseli, de a magas páratartalmat nagyon szereti, ezért fontos párásítani a környezetét.